Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul reklámfilmekből. Tehát ebben a videóban egy komplett gyakorlati útmutatót kapsz ahhoz, hogy hogyan tanulj angolul reklámokból. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára. Tudod, én azért vagyok itt, hogy minden magyar ember jobban tudjon angolul, ha pedig egyszer és mindenkorra szeretnéd megérteni az angol nyelvtant, akkor lent a leírásban nézd rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis angol tanulás reklámokból. Nos, életünk során rengeteg sorozatot, filmet nézünk, és közben a reklámoknak egy vége láthatatlan sorát is meg kell néznünk, ugye a részek között. És a legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy alig várjuk, hogy vége legyen annak az átkozott reklámblokknak, és folytathassuk a kedvenc sorozatunkat, vagy a tévéműsorunkat. De közben nagyon sokan elfelejtik azt, hogy a reklámok nagyon-nagyon ideálisak arra, hogy angolul tudjál belőlük tanulni, és külön pozitívum, hogy a YouTube tele van angol nyelvű reklámokkal, tehát nem kell semmit letölteni, vagy nem kell sehova feliratkozni, egyszerűen csak föl kell menni a YouTube-ra, és lehet angolul tanulni szórakozva. Tehát miért mondom azt, hogy tanulj reklámokból? Talán már te is megnézted a videóimat, és követed a tanácsaimat azzal kapcsolatban, hogy hogyan tanulj angolul rajzfilmekből vagy sorozatokból. De a reklám az egy teljesen más tészta. Az első, ami miatt más dolog ez, mint a korábbi sorozatok. Ugye ezek a reklámok nagyon rövidek és nagyon ütősek. Az amerikai reklám formátum az 30 másodperc hosszúságú, tehát ennyi az a tartalom, amire figyelned kell. És ugye ez nem rabol el sok időt tőled, tehát nyugodtan megnézheted azt az adott reklámot 5-ször, 8-szor vagy 10-szer, ez sem fog túl sok idődbe kerülni azon az adott napon. Kezdőknek pedig ez különösen fontos, hogy nagyon rövid az az idő intervallum, amire koncentrálniuk kell, amire figyelniük kell. Én nem mondom azt természetesen, hogy a reklámokból egy komplett érettségi tételre felkészülhetsz, vagy valamilyen borzasztóan bonyolult nyelvtant be fogsz tudni gyakorolni, de azt állítom, hogy minden reklámnak van valamilyen kulcs üzenete, vagy kulcs mondani valója, amit át akar adni angol nyelven, és ezt igyekszik valamilyen nagyon szellemes, nagyon ütős formában átadni. Tehát én azt vallom, hogy nagyon valószínű, hogy az az adott mondat, vagy az az adott szókapcsolat, ami a reklámban szerepel, az sokkal jobban meg fog maradni a fejedben, mint hogyha csak simán egy angol órán hallottad volna. Kettes számú szempont, a reklámok nagyon jól tükrözik az adott kultúrát. Tehát a nyelvtanulás mellett egy másik pozitívumok is van a reklámoknak. Képet kapsz az adott országról, vagy éppen az adott régióról, vagy az ott élő emberekről. Például megtudod azt, hogy hogyan néz ki egy amerikai bolt, egy amerikai iroda, egy amerikai foci öltöző, hogyan viselkednek egymással ott az emberek, hogyan öltözködnek az emberek, hogyan kommunikálnak ott az emberek. Tehát nagyon röviden egy ilyen kulturális képet is kapsz az adott országról, vagy az adott régióról. És a harmadik szempont, hogy több készséget mozgat meg egyszerre. Amikor egy reklámot nézel, akkor természetesen a hallás utáni szövegértési készségedet fogod a leginkább használni, ugye megpróbálod megérteni, hogy mi is történik az adott reklámban, de nem kizárólag ezt a készségedet fogod használni. A reklámok nagyon gyakran valamilyen reakciót vagy választ akarnak kihozni vagy kiváltani a nézőből, azaz belőled, tehát gyakran el kell gondolkodnod angolul azon, amit láttál, hogy megértsd annak az adott reklámnak az üzenetét. Tehát emellett
Még az is nagyon fontos, hogy általában a kulcsmondat, vagy a kulcsüzenet, amit a reklám át akar adni, az a reklám végén megjelenik a képernyőn, tehát az olvasási készségedet is használod, miközben jól szórakozol. És akkor nézzük azt, hogy hogyan tanulj angolul reklámokból. Első számú lépés, állítsd meg, ha nem érted. Bár említettem, hogy a reklámok nagyon-nagyon rövidek, 30 másodperc hosszúságúak, könnyen lehet, hogy nem érted meg elsőre pontosan, hogy mi történik. Lehet, hogy a szereplők nagyon gyorsan beszélnek, és nem fogsz mindent rögtön elsőre felfogni. Semmi gond nincs ezzel, állítsd meg a reklámot, ugye a YouTube-on ezt könnyedén megteheted, menj vissza, és akár egy szótár segítségével fordítsd le a számodra ismeretlen szavakat és kifejezéseket, és aztán, ha már érted, hogy miről van szó, akkor nyugodtan menj tovább. Második számú lépés, kapcsold be az angol nyelvű feliratot a videó közben. A YouTube videók alatt a jobb alsó sarokban tudod bekapcsolni az angol nyelvű feliratot. Ugye, ha rámész a Subtitles gombra, akkor megjelenik az adott szöveg angol nyelven. Ez ugye segíteni fog neked abban, hogy jobban megértsd azt, hogy mi történik a reklámban, és sokkal könnyebb így kiszótározni a számodra ismeretlen szavakat és kifejezéseket. Amikor ezzel megvagyunk, tehát amikor már mindent értesz és mindent kiszótároztál, akkor csináld ugyanazt, amit már említettem a sorozatoknál és a filmeknél, tehát menj vissza a reklám elejére, kapcsold ki a feliratod, és nézd meg újra akár egyszer, akár többször a reklámot felirat nélkül, hogy kizárólag a szereplőkre és a szereplő kommunikációjára és az adott helyzetre tudják koncentrálni. És a harmadik szempont, így keres reklámot a YouTube-on. Ugye a YouTube egy rengeteg reklámválogatást fogsz találni majd a YouTube-on, de én azt javaslom, hogy valamilyen kulcs szavakat írj be fönt a keresőbe, például olyan témákat illetően, amelyek érdekelnek téged. Például travel commercials, ugye utazással kapcsolatos reklámok, vagy funny travel commercials, vicces utazással kapcsolatos reklámok. De emellett egy adott cég reklámaira is rákereshetsz, ha az az adott márka, vagy az az adott termék érdekel, például best McDonald's commercials, ugye a legjobb McDonald's reklámok. Ha ezt így beírod a YouTube-ba, biztos, hogy rengeteg videót fogsz majd találni. És akkor nézzünk egy konkrét példát arra, hogy hogyan tanulj a reklámokból. Én arra kérlek, hogy görgess lejjebb ennek a videónak a leírásában, ott megtalálsz egy YouTube linket arról a reklámról, amiről az elkövetkezendőkben szó lesz, ez pedig nem más, mint a Tyson Chicken Nuggets commercial. Ugye? Nézd meg ezt a rövid 30 másodperces reklámot. Ugye, itt a gyerekek arról beszélnek, hogy mik azok az ételek, amiket nem szeretnek. Ugye, itt sorba az összes gyerek felsorolja, hogy mi az, amit utál. Ugye, ezeknek ellenpontjaként jelenik meg, ugye a Tyson Chicken Nuggets, amit minden gyerek imád, és amiért minden gyerek hálás, amiért az anyukájuk megvette ezt nekik. Hogyan tudsz ebből a reklámból tanulni? Mik a legfontosabb kérdések? Például nézd végig, vagy szótáraszt ki, vagy írd ki, hogy milyen ételeket említenek a gyerekek az adott reklámban. Menj végig ezen a listán. Te, mi a helyzet veled? Te szereted-e ezeket az ételeket? Ha igen, melyeket, vagy ha nem, melyeket? És nézd végig, hogy hányféleképpen fogalmazzák meg a gyerekek azt, hogy szeretnek, vagy éppen nem szeretnek valamit. Ebből is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Ugye? Ugyanezeket a kérdéseket és ugyanezt a szisztémát végigjátszhatod valamennyi reklámmal kapcsolatban. Nos, a videó végén én szeretném megköszönni a figyelmedet, remélem, hogy hasznosnak találtad, és tudsz majd belőle profitálni. Én szeretnélek megkérni arra, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!